olyanok vagyunk, mint a Muppet Show-ban a két öreg, akinek a kezébe adtak volna ezeket az 70-ben egy okostelefont, és azt se tudták volna, hogy hol. Ugye, olyan régen találkoztunk, hogy simán kezdhetném azzal, hogy te hova tűntél, vagy mi lett veled, vagy te még élsz, tudod, amikor igen. barátok ezer éve nem találkoznak, szóval tényleg régen láttál, mi a helyzet? Igen. Hát zajlik az élet. Egyébként most igazából minden megy a maga kis kerékvágásába. Ugye az nem titok, hogy most már külön vagyunk a Tomival, ez most már 7 éve van. Szóval, hogy az elmúlt 7 évben szegről végről valamilyen szinten újra kellett így építeni ezt a karriert. Úgyhogy a... De várjál csak, gyakorlatilag a 7 évvel ezelőtt, amikor szétmentetek, azért arról elég sokat cikkezett a sajtó, igen. szinte mindent lehetett tudni. Persze. Ti egyébként beszéltek egymással? De egy szót se. Tehát ha véletlen egy rendezvényen találkoztok, akkor se? Hát még nem találkoztunk ezt a rendezvényen, de nem, én nem. Én most már azt gondolom, ugyanis nem akarok erről hogy hosszasabban így, okay. így különösebben beszélni, de ebben az egészben az a gyönyörű, hogy hát most már ott tart a dolog, hogy a Tomi engem be bíróság elé rángatott és beperelt. Tehát, hogy szerintem van az a pont, amikor már az ember úgy gondolja, hogy most már akkor mi miről beszélgessünk. Hát itt már nincs miről beszélgetni, ez, ami volt, az elmúlt. Picit azért olyan egy zenekar, mint egy házasság, és ráadásul tényleg nagyon sokat mentünk, rengeteg időt voltunk együtt, és hát figyelj, amikor az ember összeházasodik valakivel, akkor nem arra készül, hogy elválik, aztán mégis a csomó házasság tönkre megy. Hát ez a mi házasságunk is, mint minden tönkre megy 11 év alatt. Hát is na jó, de inkább a jelenben. Mi van veled mostanában? Mivel foglalkozol? Mi történt az elmúlt 7 évben? Illetve hát, leginkább mi van manapság az igen, elmúlt 7 év fényében? Hát, az abban kellett nekem melóznom, hogy ha mostantól azt látják a plakáton, hogy Csordás Tibor, akkor az lehessen mindenkinek, hogy ez pontosan ugyanazt jelenti, mint hogyha még Fiesta lenne a plakátra írva. Aha. Mert hát igazából a közönség annyira igényli ezeket a dalokat, hogy egyszerűen nem tehetem meg azt, hogy nem éneklem el őket. Most tartok ott, hogy 7 év után úgyis sok minden történik így a Tomi és köztem, tehát akkor próbálok egy ilyen pontot tenni az ügy végére, és most eldöntöttem, hogy ha tetszik, hanem akkor is csinálok egy nagy lemezt, és akkor elkezdem majd beletologatni a műsorokba legalább egyet, kettőt. Ahogy engedi a lehetőség. Mit jelent az, hogy Fiesta botrány? Most egy botrány van körülöttetek? Hát figyelj, Isten igazából ez egy fura dolog, mert én folyamatosan ki akartam ebből az egészből maradni. Itt semmilyen első lépést nem én tettem meg. Nem én léptem ki a zenekarból, amiből később úgymond felkapott ilyen botrány volt. Annak az első cikét sem soha én kezdeményeztem. És bármennyire is nem akarsz ebbe az egészbe belefolyni, egy idő után már mert tényleg pancsernek érzed magad, hogy hát hányszor kell még odadugni az arcod egy pofonért, vagy hogy tényleg még egyszer leköpjenek, vagy hogy, és ezt még mindig hagyja, mert ugyanis tök sok komment jött azzal kapcsolatban, hogy ú, gyerekek, tökre szeretünk titeket, és hogy ezt miért kell, stb. És de rohadtul igazuk van, tökre egyetértek ebben az egészen, de nem én generálom ezt az egész, ugye már 7 éve eltenni, hogy jöhetett ez a héten szóba, hogy ment szét a zenekar, nem tök mindegy. Hát persze, hát az engem. Annyira rohadtul mindegy, hogy nem igaz. Én meg néha napján tényleg megpróbálom helyre tenni a dolgokat, de soha nem sikerül, mert az emberek annyira ostobák, hogy még a cikket se nézik meg, vagy a riportot nem olvassák el, már csak a kommentekre kommentelnek. Akkor a hülyeségeket, hogy komolyan elmegy az embert a kedve az egész. De egyébként ezekre szoktál reagálni? Elolvasod-e vagy? Elolvasom, persze elolvasom, de... Megpróbálok kimaradni, és akárhányszor ilyen kóstolgatás van, az nálam mindig úgy jön le az oldalon, hogy én nem reagálok semmit, és mindig a többi kommentelő az úgy helyre... Veszekednek egymással. Elmondja azt, igen. amit én egyébként elmondtam volna, tehát helyre teszik azt az egy kellemetlenkedőt mondjuk. Szakmában volt-e valamilyen atrocitásod emiatt, hogy külön mentetek? Volt-e zenész, aki azt mondta, hogy na veled nem akar játszani? Ugye a legtöbb zenész nem is akar állást foglalni ebbe a kettőnk utájába. Szeretnek mind a kettőnket, úgyhogy néha fura beszélgetések voltak ezzel kapcsolatban, de olyan nem volt, hogy,
hogy velem valaki ne akarna dolgozni. Igazából én mai napig is ugyanazokkal az emberekkel dolgozok minden szinten, ami így egy zenekar, vagy adott esetben most egy szólista körül van. Tehát ugyanazokkal az emberekkel ápolom 18-20 éves kapcsolatot. Mi a műfaj? Hát ugyanaz a műfaj, ez az én mostani lemezem, ez pont olyan, mint hogyha most még lenne Fiesta zenekar. Aha. Egy-egyben ugyanolyan, nyilván annyiban egy kicsikét más, amennyire most a latin zene is más. Tehát van rajta egy csomó reggaeton, ami most nagyon, nagyon működik. Gondolkoztam, hogy milyen legyen ez a lemez, és mindenféleképpen olyanra akartam, hogy ugyanannyira legyen változatos, mint amennyire a régi Fiesta lemezek voltak, hogy nem egy kaptafára, egy típusú dalra fűztünk föl tüzet, hanem tényleg úgy megpróbáltuk ezt egy ilyen kulturális bemutatót tartani, hogy úgy mondjam, erről a zenéről, és én ezt a folyamatot most ennél a lemezén is mindenféleképpen meg akartam tartani, és akkor beszélgettem a táncosokkal, meg a zumbásokkal, és mondják, hogy figyelj Tibi, ezt inkább a táncosok mondták, hogy senki, nincs egyetlen egy magyar szalsza se. Senki nem csinál szalszát, és hogy mi világversenyeknek, hogy nem tudom, és vinnénk meg, stb. Stb. Hogy nem akarsz csinálni szalszát. És akkor addig mondogatták, hogy így egyszer csak azt mondtam, hogy figyelj, a szalszát mi sem csináltunk a Fiestával sohasem, nem ugrottunk bele, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly kihívásnak tűnt. És akkor itt visszalépnék egy régi kollégához, a Révész Ricsihez, aki a legnagyobb spíler ebbe az egészbe. És megkértem a Ricsit, hogy hangszereljen. Én írtam két dalt, és hogy hangszereljen meg nekem. Úgyhogy lesz rajta két szalsza, merengue, az már nem, bachata, meg reggaeton. Úgyhogy szerintem elég változatos lesz. Hol van a te rockos véred? Hiányzik-e neked a rockzene, vagy a rock éneklés? Ne, figyelj! Azt eltemetted? Nem, most is megvan az a rockzenekarom, ez a Fight Clubról beszélünk egyébként. Aha. Most is megvan, de hát annak benne volt a nevében, hogy az egy hobbi zenekar, az egy olyan dolog, hogy az ember jó, ha úgy magáénak tud egy ilyet, hogy mondtad. Ez igazából mi tök rég játszottunk utoljára, de nem függesztettük fel a zenekart, és hogyha holnap fölhív valaki, hogy te figyelj, valahol kéne egy bulit csinálni, akkor lemegyünk kétszer próbálni, és akkor egy összeáll a program. És mert ugyanis erről szól, tehát hogy ne azt, hogy egyfolytában készülj meg, hogy toljad meg. Hogy stressz legyen, igen. Mindenkinek ez az a része, amit már csak ilyen jutalomjátékban, hogy így. Úgyhogy igazából különösebben nem hiányzik. Meg hát mi az, hogy rock éneklés? Igazából én pontosan ugyanúgy éneklek ezeket. Hát nyilván te egyfajta mondod. Oké, nem is rosszul tettem fel, nem is rock éneklés, hanem a rock zene, vagy a rock zenei alapok. Én most annyira tele vagyok zenével, és annyira sok zene lesz körül, hogy napjainkban éppen én most nem igénylem, hogy én még most lemenjek próbára különösen. Mit hallgatsz egyébként most például, mi van a telefonodon? Hát most leginkább latinok vannak rajta, mert hogy ugye azért így ebből a szólistaságban az a nehéz, hogy minden döntést neked kell meghozni. És már ha csak egy ember ott van melletted, mint ahogy mi ketten voltunk, és látod a bizonyos megnyilvánulásoknál az arckifejezését, még ha nem is mondja, akkor is le tudsz valamit szűrni belőle, tehát van valamiféle kapaszkodó. És ez a kapaszkodó nekem most nincs meg, hiszen a családom, az anyukám meg a feleségem az mit fog mondani? Hát ez remek kisfiam. Mindenben dicsérni fognak, igen. Ez persze szuper, tehát ez persze jól esik az embernek, de különösebben alapozni nem igazán lehet ezekre a véleményekre. Úgyhogy ebben a részével megszenvedtem, hogy vajon kit tudok úgy befogadni olyan hiteles forrásként, és aki akar is segíteni, meg tud is, és ért is hozzá. Úgyhogy ez nehéz volt, de aztán a vége fele a Csicsák Norbi, nem tudom, hogy is. Ismerem, persze, Noreszka. Na, Noreszka, ez egy remek partner lett ebbe. Aha. Mert sokkal ügyesebb ezekbe az elektronikus hangszínekbe. És hát itt most a reggaeton kapcsán azért elég erősen bele kellett mélyedni abba, hogy ez egy picit azért hálátlan, mert itt napra készségek vannak. Tehát amit volt olyan dolog, amit egy évvel ezelőtt kezdtünk el fölvenni, és most, hogy befejezzük, most már, nem jó. Már lecseréltünk egy pár hangszínt, meg dolgokat, mert egyszerűen elmúlt. Egy év alatt. Úgyhogy és akkor persze próbálj meg egy olyat kitalálni, ami egy ilyen tempó mellett viszonylag még időtálló lehet a maradni, hogy úgy mondjam. Tudod, hogy osztál is valami zenét, ezt mindjárt megpróbáljuk össze párosítani, hogy belehallgatni. Csak...
telefonodat kapcsolod be. Aha, de most ezt rádugtam egyébként. Bluetooth setting ott van. De milyen érdekes, régen ugye beültünk egy autóba, figyelj, hoztam egy kazettát és bedugtad is. Ez nem sem nagyon. Hát ez hol látja? Szóval kinek van ilyen telefonja? Nekem sincs. Látod, már mindent látod. Ez milyen bukta lenne, nem? Egy 85 kamerával felveszik, ahogy a hullának a telefonját megtalálod. De most nem is látja ezt a... De például honnan... Ott volt, az előbb ott voltál. Esküszöm. Mi vagyunk a legnagyobb bénák a Földön, amit egyébként nem feltétlenül akarok elhinni. Na jó, egyébként abban biztos vagyok, hogy két tínédzser ezt egy perc alatt csatlakozott volna. Hát így, nem tudom, a Bluetooth-t ügyek. Szerintem olyanok vagyunk, mint a Muppet Show-ban a két öreg, akinek a kezébe adtak volna ezeket az 70-ben egy okostelefont, és azt se tudták volna, hogy hol. Nem. Mi az, amit az elmúlt 20 évben tanulságként, vagy leckeként, vagy legfontosabb üzenetként a magad számára el tudsz vinni, vagy egy gondolatként, ami szinte nap mint nap eszedbe jut? Mennyit változtál, vagy mi az, mit jelent manapság még neked a zene? Teljesen más. Ennyi év után. Tehát az biztos, hogy a zene az egy csodálatos dolog, de amikor fiatalon álmodoztam arról, hogy mit szeretnék én elérni, amiket gyakorlatilag, hál' Istennek, sikerült is elérnem a céljaimat, mert sőt, a Fiesta zenekarral messzebbre jutottunk, mint amit én akkoriban álmodoztam. De egyáltalán nem olyan, mint amilyennek az emberek gondolják, én is másmilyennek gondoltam. Tehát egy elég kegyetlen, irigy és igazságtalan szakma szerintem. Rohadt sokat kell teperni valamiért, és azt Isten igazából 3 perc alatt elfelejtett. Uh-huh. Elfelejtett a közönség. Ha újra kezdenéd, megint zenész lennél? Igen, mert még mindig ezt szeretem a világon a legjobban, és nem is értek semmi máshoz. Nem, én tényleg, én nagyon örülök annak, hogy megadatott nekem, hogy abból élhetek, amit egyrészt ami a hobbim, amit a világon a legjobban szeretek, mondjuk ezt eleve vicces munkának nevezni, de azért nevezik munkának, mert van az utazás. Hogy van vele meló, igen. Igen, de azért ez egy nagyon jó szakma, de teljesen más, mint amire számít az ember. Ugye hát mindenki szeretne sikeres lenni, de amikor ott van a siker, és ez a siker előbb-utóbb múlik, kopik, kisebb lesz, stb. Azért az is még egy tanulság, hogy az ember ezt hogy kezeli és hogy éri meg. Ezt te hogy dolgoztad fel, amikor mondjuk a Fiesta véget ért, és akkor ugye nyilván csökkent a koncertek száma, vagy egyébként csökkent? Nem, persze. Hát ez első egy évben akkor nem tudták az emberek, hogy én még ezt hogy ugyanazt fogom tovább csinálni. És az első évben nagyon ilyen tapogatózás volt, úgymond a megrendelők részéről, de aztán elkezdődtek a bulik, és azok meg önmagukért beszéltek, hogy kiderült, hogy attól, hogy a Tomi nincs ott, attól még igazából konkrétan ugyanazt az élményt tudják átélni, hiszen a hang ugye az nálam maradt, a zene meg a Tomi nélkül is pontosan ugyanolyan lenni, mint amikor ő ott van. Holnap is elindulunk, azt hiszem délután 1-kor, és hajnal 4-kor van az utolsó buli. Szóval... És hajnal 4-kor még emberek igen, hát, tombolnak és szórakoznak. Igen, és ez már nekem már például, ezért már lehet, hogy öreg vagyok, de hogy saját magamat megnyugtassam, pont most láttam a Facebookon valaki kép, hogy neki meg 5-kor van. Úgyhogy akkor én már jobban vagyok, hogy legalább ne én vagyok az 5 órás. Sőt, tehát, hogy még valakinek 6-kor is van, akkor meg még jobb nekem. Okay. Úgyhogy ez a része, ez egyre nehezebb, de kárpótol a közönség szeretete. Zenét meg egyébként, ha majd meg lesz, akkor küld át, vagy akár valahogy alá tudjuk tenni, de ez mikor jönnek meg? Jövő hét végén leszünk kész, és utána akkor nehogy addig nem akarunk kitenni, amíg... Kiteheted. Hát ez most már nem titkos igazából. Nem magamnak csináltam. Oké, köszönöm. Elfogott egy érzés valahol mélyen legbelül.
a sötétségből fénylek, és lassan minden a helyére kerül. Mondok egy imád, kiabálok messzire a falakon át, hogy hallja a világ. Én nem adom fel, amíg lélegzem, mert a legjobbkor vagyok a legjobb helyen. A tegnap csak szép emlék, ma már át. Mondok egy imád, és csak azt teszem, amit a szívem diktál.